Üdvözlet mindenkinek a mai videóban az Acme CD BDBMSE félpakli kocsiját mutatom be nektek röviden. A modellezett kocsi típust 1987 és 88 között gyártották Bautzenben, és 2012 és 2014 között a CD összesen 65 ilyen kocsiából 64-et nagy átépítés keretében felújítottak, Ekkor kaptak klímaberendezést, cserélték az ablakokat és a pakli rész nagy ajtaját, valamint belső felújításon estek át. Az Acme által modellezett 094-es pályaszámú kocsi még eredeti kialakítású 2011-es rev dátummal rendelkezik, és az utolsók között lett átépítve 2014 folyamán a rendelkezésre álló információk alapján. A modell a szokásos Acme érkezik. Első ránézésre a gyártótól megszokott részletesen kidolgozott járművet kapunk számos apró részlettel. A jármű formailag exakt és részleteiben is leköveti az eredetit. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a modellt. A tetőn túl sok érdekesség nincs, mindösszesen a szellőzők törik meg az egyébként teljesen sima felületet. A tetőív egyéb iránt helyes, a típusa jellemző kialakítású. A kocsi oldalán az eredetinek megfelelő ablak elrendezéssel és filigrán ablakkeretekkel találkozunk. Szépen ki van dolgozva a podgyászcél ajtó és környéke is, ami alatt a külön kis fellépő is leképzésre került. A kocsi szekrény oldalán alul megjelenítésre került az alvás szekrény találkozásánál található kis nútolás is. Az ajtók is a típusra jellemző kivitelőek, alattuk a kis pótlépcső is megtalálható. A kocsi végek is szépen kidolgozottak, az átjáró trepni lehajtható, a fűtési rengőkábel teljes egészében kidolgozott, az ütközők pozíciója pedig állítható kézzel. A jármű festése jól sikerült, de ezt a gyártótól már megszokhattuk, ahogy a pazaró kivitelezett feliratozást is. Minden piktogram felirat éles és pontos, hű az eredetihez. A kocsi alvázán minden apró részlet kidolgozásra került, azonban itt érdemes körültekintőnek lenni a kocsi kézbefogásakor, mert a kisméretű alkatrészek könnyen letörhetnek. A kocsi alatt található GP200-as forgóváz megegyezik a gyártó, más kocsiai alatt használt darabbal, gyári áramszedéssel és féktárcsa imitációkkal van ellátva. A kocsi belsejében rendkívül részletesen ki van dolgozva a berendezés, a belső részletesen ki is van festve. A járművet a pályára helyezve vegyes érzéseim támadtak azonban. Szerencsére szorulni nem szorultak a kerekek, a jármű könnyen gurult, és nem is nyikorgott, azonban a forgóváz ennél a típusnál is bizony beleakad az alvázról lenyúló kifordulásgátlóba. Még 505 mm-es sugáron is. Az egyetlen roncsolásmentes megoldás a probléma a javítására az, hogy egyszerűen megfordítjuk a forgóvázat, így a gond ugyan megszűnik, azonban némileg az élethűség rovására megy a dolog. A kocsi rövid kapcsoló kinematikával rendelkezik, itt szerencsére jól működik a mechanika, nem sorjás, nem akad. Többféle kocsival is kipróbáltam, üzembiztosan kapcsol, egészen 421 mm-es ívsugárig mind tolt, mind húzott üzemmódban. Használható akár ugye a fecskefarkas, akár pedig az univerzál kapcsolóval is. A kocsi felhasználhatóság szempontjából elég univerzális. Elsősorban a Cseh Intercity és Eurocity vonatokban fordult elő ebben a színezésben a modellezett formában, a 2000-es évek elejétől egészen a sorozat átépítéséig, így hazánkba is eljutottak ezek a kocsik, a 70-es vonali Eurocity-ben, és bizony volt időszak 2012 környékén, amikor a kör IC-be is beforgott egy szerelvényben a típus, mind ebben a zöld, mind az újabb Nybird színezéssel. A típusból egy kocsi maradt eredeti kivitelű, a százas pályaszámú jármű, ő egészen 2019-ig a modellen látható zöld-fehér színben közlekedett, majd 2019 nyarán már az új Nybird 2-es jött ki a fővizsgáról. Ha a pályaszámtól eltekintünk, akkor a kocsi típus a 70-es vonali ec Elméletileg egészen 2018-ig használható, 2017-es feljegyzést ugyanis találtam róla, hogy az EC280-ban közlekedett a százas pályaszámú jármű, de valószínűsítettő, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, amikor ez a zöld-fehér színű kocsi közlekedett a szerelvényben. Összességében ugyan egy kívülről szépen kidolgozott, de picit kényes járművel van szerintem dolgunk, aminél a biztos üzemeltetéshez sajnos némi kompromisszumot kell kötnünk a korábban már említett forgóvázokán. Nekem még szerencsém volt, mert ezt a kocsit 31 ezer forintért még elcsíptem egy boltban, gyakorlatilag az utolsó darab volt, azonban már mivel egy jó ideje kifutott modell, a használt piacon jellemzően meglehetősen magas áron szokott előfordulni egy-egy példány, ha felbukkam. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot is jó és jó modellezést kívánok mindenkinek!